Szeazut, adventi hírnök, friss fenyőág, lobog már kék kis gyertyalám, folyong a szívünk, ragyogjon, nincs már messze az út. Addig éjszakhavas fenyőköz, pálmalombú délen, egy nyelvet zeng mindenért, a tornyok tetejében. Megérti a cifra király, s az egyszerű pásztor, mi üzenet száll felé, a tél éjszakából. Karácsonykor harang szóba öltözött, a szeretet beszéde, hallatára újjáragyog a világ reménye. Dicsértessék Jézus Krisztus, áldott békesség! Elérkeztünk a második gyertya gyújtásához, és már rég volt a szép hagyomány, hogy mindig egyik kedves vendég, egy kedves barát, aki ezt a gyertyát meggyújtja. Ebben az évben, már tavaly szerettük volna, csak akkor nem jött össze, ebben az évben sikerült meggyennünk egy olyan szemét, innen a szomszédból, Bécsből, akit az énekkarosok és a táncosok is helyjel közel jól ismernek, hiszen a Szent István napi ünnepségekre, ami augusztus végén van Bécsbe, a Stefánozdonban és a környékén, a ottani magyaroknak egy nagy ünnepe, ő szervezi. Szeretettel köszöntöm Simon Ferenc atyát, Esperes főlelkészt, aki a augusztusi magyarok katolikus egyesületének, illetve a egyházközségének a vezetője. Jó estét kívánok! Dicsértessék a Jézus Krisztus! Örülök, hogy itt vagyok. Megköszönöm a meghívást polgármester úrnak erre a szép ünnepségre. Örülök, hogy bár esik az eső, mégis ilyen szép számban itt összegyűltünk az adventi ünnepségre, a második gyertyának a meggyújtására. És ma este zárul igazából egy nagyon szép ünnep, a gyermekek gondolom kedvenc ünnepe, hiszen a Mikulást vártuk, Szent Miklós ünnepét zárjuk. A gondolataim hozzá kapcsolódnak, hiszen Szent Miklós püspököt mindnyáján ismerjük kisgyermekkorunktól fogva. Szent Miklós legendáit is mindnyáján ismerjük. Nem is szeretnék kitérni a mesélésére, csak egyetlen egyet szeretnék felidézni, annak a családapának a fájdalmát, aki pénz szűkében lányait prostitúcióra akarta adni. Ennek megakadályozására Szent Miklós folyamatos segítséget biztosított, segítve a családot, hogy ne kerüljön szégyenfolt lelkük köntösére. Kedves egybegyűltek, kedves darnozseli hívek, a mindennapi életünkben hányszor állítjuk ki lelkünket az utca sarkára? Kérdezhetjük Szent Miklósi legenda alapján. Hányszor kényszerítjük a bennünk lakó jót arra, hogy összefeküdjön mindenkivel, aki éppen többet ígér, akár biztosabb holnapot, akár csak pillanatnyi örömöt. Utcára tett lelkünk Szent Miklósban találhat ma is egy jó és hathatós közbenjáróra. Mindennapi segítsége, ami nem Mikulás csomagok émeitő édessége, hanem a lélek helyes útra való terelése, ma is igencsak ránk fér. Nem csak december 6-án, nem csak advent második vasárnapok előestéjén. De lássuk csak, hogy Szent Miklós hogyan is áll ma előttünk. Úgy áll ma előttünk, mint ajándékozó. Úgy áll ma előttünk, mint adventi ember, és úgy áll ma előttünk, mint iránytű. Ajándékozó Szent Miklós. Az ajándék ingyenes. Semmit nem kér cserébe, semmit nem vár el. Saját magát adja végérvényesen, és nem lesi, hogy a másik örül-e neki. Nem a saját maga örömét keresi abban, hogy ajándékoz, hanem átadva teljesen rábízza a másikra ajándékát. Nem üzletel az ajándékkal, nem lefizet, hanem önmagát adja át egy szimbólumban. Gondoljuk csak meg! Sokkal több mindenünk van, sokkal több mindenem van, mint amire szükségem lenne igazából. Gondoljunk csak bele, hogy nagyapáinknak,
Déd nagyapáinknak, ők nagyapáinknak soha, de soha nem volt ennyi ruhája, mint amennyi nekünk ma van. Csak egy példát mondok. És akkor még sorolhatnám még tovább, hogy mi mindenünk van. Miért nem adunk akkor? Miért hazudod azt magadnak, hogy nincs miből? Miért áltatod azzal magad, hogy attól félsz, ha odaadod, neked nem marad? Aki nem bőkezű, azzal, amilyen van, az becsapja magát, ha azt hiszi, hogy tehetősebben alakozóbb lenne. Ha nem adunk a kevésből, a sokból sem fogunk adni. Ha meg állandóan méricskélünk, hogy kinek érdemes segíteni, akkor talán soha nem fogunk segíteni senkin. Olyan akarsz lenni, mint Szent Miklós? Ajándékozó ajándékkal kell lenned. Adventi ember Szent Miklós. És az adventi ember, mint ahogy holnap is fogjuk hallani majd, legfőképpen a katolikusok közülünk, akik a templomba mennek majd, hogy útépítő, egy adventi ember útépítő, életet, az életet szolgálja, hiszen minden út egy másik emberhez vezet, az életre vezet, azt tudjunk egymással kommunikálni, beszélgetni, és mindig az életet, az élet utat építjük magunkban is. Útépítők, sokszor látunk ilyen útépítőket, olyanokat is, akik csak támasztják a lapátot, semmit sem tesznek. De talán, ha jobban odafigyelünk, akkor, és hosszabban megfigyeljük, akkor ez nem is igaz. Csak lassan haladnak, mert először akadálymentesítenek, utána alapoznak, és csak utána húzzák rá azt a réteget, amin biztonságosan lehet közlekedni. Az útépítő soha nem a saját maga útját készíti. És ezt Szent Miklós megértette, hogy mit jelent, készítsétek az Úr útját, egyengessétek ösvényeit. Advent nem a saját utam készítéséről szól. Az Úr útját készíti Szent Miklós, és tudja, hogy az ő útját a Mester készíti. A találkozási pont a megtérés. Ez a Szent Miklós féle adventi útkészítés. Ha olyan akarsz lenni, mint Szent Miklós, készítsd az Úr útját, és engedd neki, hogy ő készítse a te utadat. És végül Szent Miklós iránytű. Nem csak utat készít, hanem utat is mutat. Eléd tárja a helyes irányt, ami bár sokszor ellentmond ösztönös útkeresésünknek, mégis a biztos cél felé vezet. Egy nagymama mesélte, hogy felcseperedő unokája faggatta a templomba járásról. Így kérdezte a gyermek, az óvodás gyermek. Isten mindenhol ott van? És Isten mindenütt ugyanaz? Igenlő nagymamai válasz után a kislány kisvártatva közölte, hát, ha Isten mindenütt jelen van és mindenhol ugyanaz, akkor ő, hát akkor én nem megyek templomba. Mert megtalálom Istent bárhol a nagyvilágban. De nem hagyta annyiban, a kislány tovább kérdezett. Nagymama, ha Isten mindenütt jelen van és mindenhol ugyanaz, akkor te miért jársz? Te miért jársz templomba? Mivel a nagymama, aki lassan elkönyvelte pedagógiai csődjét, csak annyit mondott, tudod kislányom, az igaz, hogy Isten mindenütt jelen van és mindenütt ugyanaz, de a templomban én nem vagyok ugyanaz. Szent Miklós ezt az iránytűt tartja elénk, hogy ne legyünk ugyanazok. Ha olyan akarok lenni, mint Szent Miklós, akkor be kell lépnem Isten jóságának tárházába, és nem szabad távoznom onnan, ahogyan úgy legalábbis, ahogy oda beléptem, hogy ne legyek ugyanaz. Szent Miklós féle keresztének lenni nehéz, és mégis mindig lehetséges. Magatartásunk az élet bármely helyzetében jelzést adhat és kaphat a jézusi minta fontos jegyeiről. Sorolom, mik a jézusi jelek. A gyűlölet feltétel nélkül elutasítása, a kicsin dolgokban meglelt öröm, a névtelenség gyakorlata, a látható föld és láthatatlan földön kívüli jelenségek iránti egyforma figyelem, a tőlünk gyökeresen különböző emberi létformákkal szembeni nyitottság, általában a létezés, az élet derűs elfogadása és egyensúly igénye. Ne érezzem korlátnak a legnagyobbat, és egyszerre legyek szerve a legkisebb dolognak is. Valahogy
azzal az egyszerű derűvel, amellyel Szent Miklós fejest mert ugrani Istenünk jóságának végtelen tengerében. És ezt kívánom ma este nektek is, a gyermekeknek is, és a felnőtteknek is, hogy legyetek olyanok, mint Szent Miklós püspök, ajándékozó, életet ajándékozó. Így legyen. Amen.